9. állomásához érkezett a Wellness Chess Tour, melyet az egyik székesfehérvári szállodában rendeztek meg. A négynapos nemzetközi sakversenyen 33 fő vett részt, jöttek Indiából, Szlovéniából, Ukrajnából és Dániából is. A cél az, hogy versenyzési, valamint kikapcsolódási lehetőséget biztosítsanak a sakkozók és hozzátartozóik részére. A főszervező azt mondja, akkor lehet valaki igazán eredményes, ha már gyermekkorban elsajátítja a sakk alapjait. A mennyitások meg a sakkjátéknak a középső szakasza, a középjátékot is érdemes fejleszteni. Talán az a titok, hogy minél előbb kezdi el az ember, de legfontosabb a szorgalom egyébként, és az akaraterő, hogy ha tényleg még későn is kezdi el valaki, akkor is még többre tudja futni, mert tényleg behozza azt a lemaradást, hogyha szorgalmas és foglalkozik a sakkal. A sport nagy népszerűségnek örvend Székesfehérváron is. A Fehérvári Sakk Egyesület jelenleg 74 állandó taggal működik. Az elnök szerint egy-egy sakkjátszma nagyban javíthatja a döntéshozó képességet. Ülni kell a 6 órán keresztül adott esetben, úgyhogy a többi azt igazából mindenkiben megvan, tehát annyi, hogy van türelme hozzá, akkor megtanulja. Kincs Imre gyermekkora óta rendszeresen sakkozik és vesz részt versenyeken. Elárulta, akadnak olyan meccsek, amelyek akár 9 órán keresztül is eltarthatnak. A versenyző a székesfehérvári forduló első napján legyőzte ellenfelét, annak ellenére, hogy nem készül már napokig egy-egy megmérettetésre. Nem a sakkból élek, ilyenkor eljövök, csak a versenypartijaim vannak, tehát én már nem készülök, mint a fiatalok, akik éjjel-nappal sakkoznak, más se csinálnak. A végső eredményhirdetés vasárnap délután lesz. A legjobbak értékes pénzdíjazásban részesülnek, valamint garantáltan részt vehetnek az októberi fordulóban.